Köszöntöm kedves nézőinket, az Oxigén Televízió híradóját látják február 24-én csütörtökön. 15 éves a szülőkháza program, ennek kapcsán tartottak nyílt napot csütörtökön délelőtt a Győr Szíve Családi Központban. Erről is lesz szó ma este, de beszámolunk arról is, hogy a szezon talán legnehezebb mérkőzése vár a Gyirmótra a hétvégén. Azonnal jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Térségünk hírei előtt fontos pár szót ejteni az orosz-ukrán konfliktusról. A legrosszabb forgatókönyv következett be, a háború. Így reagált a magyar külügyminiszter arra, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát csütörtökön reggel. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország kiáll Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett. Hangsúlyozta, a legfontosabb feladat, hogy a magyar emberek biztonságát garantálják. Az európai gázellátás is veszélybe kerülhet az ukrán konfliktus nyomán, véli a szakértő. Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője a Rádió 1-nek ma reggel úgy nyilatkozott, kontinensünk olyan szinten függ az orosz gáztól, hogy az nem is pótolható teljes egészében, még drágább amerikai szállításokkal sem. A harcok miatt hazánknak fel kell készülnie egy esetleges menekült hullámra. Lehet menekült hullám, ugye szomszédos országban van háború, a hadsereg tudja ezt a legjobban intézni, de ha káosz tör ki Ukrajnában, akkor is ott kell, hogy legyen a magyar erő. Pici esélyét látom, hogy Kárpátalja közelébe kerülnének az oroszok, de akkor is oda kell menni, fel kell készülni. Egy hadsereg és egy kormányzat nem tehet más, mint hogy a legrosszabb forgatókönyvre készül fel. Hát a legrosszabb forgatókönyv az, hogy a magyar határig elér a háború, ugye ez egy 100 kilométeres szakasz, ezt biztosítani kell. Közben ma délután Orbán Viktor azt mondta a nemzetbiztonsági operatív törzs ülése után, hogy Magyarországnak ebből a háborús konfliktusból ki kell maradnia. Számunkra a legfontosabb a magyar emberek biztonsága, ezért szó sem lehet arról, hogy akár katonákat, akár katonai eszközöket telepítsünk Ukrajnába. Humanitárius segítséget természetesen nyújtunk majd, jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő kitért arra, a katonai és kijelölt rendőri egységek megkezdték a munkát az ukrán-magyar határ térségében. És most akkor jöjjenek térségünk hírei, folytatódnak a Kuopio Parkban épülő és az év végére elkészülő parkolólemez építések, valamint a park teljes felújításának előkészítő munkálatai Adivárosban. A munkálatok során indokolt néhány fa kivágása, amelyet többszörösen visszapótolnak majd. Máté Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet intézményvezetője úgy fogalmazott, több fát áthelyeznek az ősz folyamán, pedig közel 100 új fát ültetnek el Adivárosban. 15 éve indult el a Szülőkháza program, amely egy kidolgozott módszer alapján foglalkozik a szülőkkel és a gyermekekkel. Ennek kapcsán tartottak nyílt napot csütörtökön délelőtt a Szülőkháza Győr Szíve Családi Központban. A program hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, és a folyamat nem áll meg. Jelenleg 3 családi központban, 7 családi bölcsödében tudják a családok igénybe venni a Szülőkháza szolgáltatásait. Az idei évben azonban további 3 központtal és 9 családi bölcsödével bővül a hálózat partnerekkel együttműködve. Ez teljesen természetes, a szülőkházában mi így élünk. 15 éves a Szülőkháza program. Ennek kapcsán tartottak ünnepséget a György Szíve Családi Központban. A Szülőkháza nem csupán egy játszóház, hanem a szülőket a gyermekekkel együtt fogadják, és egy kidolgozott módszer alapján foglalkoznak velük. A szülőknek segítenek abban, hogyan váljanak még összetartóbb családdá. Emellett pedig több bölcsödét, mini bölcsödét és munkahelyi bölcsödét is támogatnak a szakmai programjukkal. Az országban egyébként az elmúlt 12 évben hatalmasat fejlődött a bölcsödei ellátás és szolgáltatás. 2010-ben még csak a gyermekek 12%-a számára volt működő bölcsödei férőhely. Ma már ott tartunk, hogy 20% ez az arány, illetve ha azt nézzük, hogy a 1 és 3 év közötti gyermekeknek hány százaléka tud bölcsödébe járni, akkor pedig már elmondhatjuk, hogy 1/3. Folyamatosan nő a bölcsödei férőhelyek száma, most már közelítünk a 60 000-es számhoz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy volt egy jelentős átalakulás, 2016 óta teljesen átalakult a bölcsödei rendszer, létrejöttek a mini bölcsödék, a családi bölcsödék, a munkai bölcsödék, ennek köszönhetően akár a kis településeken is már sokkal jobban elérhető a bölcsödei szolgáltatás, a bölcsödei ellátás. Nő a karimája,
Az eső csak neveti, van kalapja teheti. A szülőkháza György Szíve Családi Központ már közel 10 éve működik Győrben, ahol számos készségfejlesztő és gyermekprogramokkal várják a szülőket és gyermekeket. Győr Szíve szülőkházát, a győri szülőkházát a Kommuni Alapítvány üzemelteti. 9 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, mint családi központ. Együttműködésben a Győri Családsegítő Központtal fogadunk a mai napig hátrányos helyzetű családokat is, és különböző szülőtámogató programunk van, workshop, tanfolyam, előadás, illetve van tanácsadás, pszichológus, szociális munkás, aki a munka és a magánélet összehangolását segíti a szülőknek, és van családi bölcsöde, illetve mára már munkai bölcsöde is, ami azt jelenti, hogy a főleg női munkaerőből és családos munkaerőből álló csapat a saját gyerekét is hozhatja ide bölcsödébe, de természetesen fogadunk más gyerekeket is, és a gyerekeknek a bölcsödén túl fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Jelenleg 3 családi központban és 7 családi bölcsödében tudják a családok igénybe venni a szülőkháza szolgáltatásait. Az idei évben azonban további 3 központtal és 9 családi bölcsödével bővül a hálózat, partnerekkel együttműködve. A szülőkháza programról és a győri központról bővebb összeállítást jövő héten mutatunk be híradónkban. Visszamenőleg is járhat a családi adóvisszatérítés. A pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet, a lehetőség azokat a győri szülőket is segítheti, akik felváltva nevelik gyermeküket. A családi adóvisszatérítés megosztásának igényét be kell jelenteni a kormányhivatalnál legkésőbb február 28-áig. Azok a szülők, akik határidőig benyújtják a családi pótlék megosztására vonatkozó kérelmüket, eszélye a bevallásukban vehetik igénybe az adóvisszatérítést. Rekordot döntött tavaly a búza és az árpa termés, de a nyári hőség az elmúlt 30 év legalacsonyabb kukorica termését okozta 2021-ben. A Központi Statisztikai Hivatal összegzése szerint a forró nyár mellett a szokatlanul hűvös tavasz is megnehezítette a Győr-Moson-Sopron megyei növénytermesztők munkáját is. 12 millió forintot érő hamis parfümöt találtak a pénzügyőrök Hegyeshalomnál. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy autóban bukkantak a parfümökre Győr-Moson-Sopron megyében, Hegyeshalomnál, közölte a hivatal. A pénzügyőrök egy bolgár gépkocsi ellenőrzése során találtak 382 üveg különféle márkajelzésű parfümöt, amint egy 12 millió forint értékű árut lefoglalták. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást. A jelentősen csökkenő negyedik negyedéves eredmény mellett 223%-kal nőtt a Rába profitja tavaly. A Rába Járműipari Holding NRT 2021 negyedik negyedévében 111 millió forint adózott eredményt ért el, amely 90%-kal marad el a 2020-as év azonos időszakától, ugyanakkor éves profitja 223%-kal 1,3 milliárd forintra nőtt 2021-ben, közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat. A Rába közleménye idézi Hetzman Béla elnök vezérigazgatót, aki szerint a tavalyi év több nehézséget is hozott, de a felmerülő kihívásokat sikeresen kezelte, megkezdte a termelési vállalat irányítási és szervezeti struktúrájának átalakítását. A kihívásokra példaként említette a már állandósult ellátási lánc fennakadásokat, az alapanyagárak emelkedését, a drasztikusan emelkedő energiaárakat. Menekülő orvvadászokat fogtak hivatásos vadászok Vámosszabadinál, írja a Kisalföld. A lap azt közölte, az elmúlt napokban idegen autókra figyeltek fel, és hallottak olyan beazonosíthatatlan lövéseket is, amelyekről biztosan tudták, hogy nem a társaság tagjaitól származnak. Ezek miatt tartottak célzott ellenőrzéseket. Kedden éjszaka sikerült megállítaniuk 2 győri férfit, akiket a 14-es útról vettek észre. A vadászmester és egy hivatásos vadász 1 kilométeren át üldözte a 2 férfit, a vadászok a rendőrség kiérkezéséig feltartóztatták őket. A rendőri intézkedés során kiderült, hogy egy speciálisan átalakított légpuska volt náluk. A
szezon talán legnehezebb mérkőzése vár a Gyirmotra a hétvégén. A bajnoki pontversenyben élen álló Ferencvároshoz látogatnak Csertői Aurél tanítványai. A két csapat első meccsén 2-0-ás fővárosi siker született, most azonban a megerősödött, jó formában lévő Gyirmot pontszerzésben reménykedik. A hétvégén megtört a Gyirmót jó tavaszi sorozata, hiszen a Zalaegerszeg elvitte a pontokat az Alkufer stadionból. A sebek nyalogatására viszont nincs sok idő, hiszen a szezon egyik, ha nem a legnehezebb meccse vár a kéksárgákra, a Ferencváros ellen lépnek pályára, méghozzá idegenben. Önbizalom nélkül nem megy, tehát bárki ellen játszasz. A foci olyan játék, hogy a legjobbakat is meg lehet verni, és ezért bizakodva megyünk. Tehát a hitedet soha nem veszteted el, tehát úgy gondolom, hogy le kell játszani ezt a meccset, mindent megtenni, és meglátjuk, hogy mire lesz elég. A csapatban kezdőként idén tavasszal mutatkozott Becsörgő Viktor, viszont láthatóan kivívta edzője bizalmát, hiszen idén eddig minden meccsen ott volt a kezdőrúgás pillanatában. A Fradihoz utazunk idegenbe, ami nyilván nem könnyíti meg a dolgunkat. Nem fogjuk feltenni nyilván a kezünket, mindent elkövetünk, hogy pontokat szerezzünk. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, jó játékosaik vannak, de szerintem egy zárt védekezéssel talán még pontot is tudunk szerezni ellenük. Szintén a fiatalos lendületet hozta magával Major Martin, aki már alapembernek számít annak ellenére, hogy még nincs 21 éves. Szervezett játék kell mindenféleképpen, hogyha a védelem meg, ha nem kapunk gólt, akkor szerintem egy gólt tudunk rúgni. Az általában sikerülni szokott. A Ferencváros elleni találkozó szombaton este 7:30 kezdődik az Üllői úton. Pénteken hazánk nagy részén több órára kisüt a nap, majd délután egy hideg front hatására északnyugat felől felhősödés kezdődik. Északon és nyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. A Dunántúlon és a Dunatisza közén feltámad az északi a szél, kora délután 7-9 fokot mérhetünk. Szombaton felhős, borongós időre van kilátás, az északi tájakon lehet szakadozottabb a felhőzet, kisebb esőzápor helyenként északnyugaton fordulhat elő, élénk helyenként erős, nyugaton viharos lehet az északi a szél, a maximumok 5 és 7 fok között alakulnak. Vasárnap és hétfőn is erős szélre számíthatunk, sok napsütés lesz, a legtöbb helyen száraz idő ígérkezik, pár fokkal hűvösebb lesz, reggelente fagypont közeli gyengén fagyos időre van kilátás, délutánonként szinte mindenütt 10 fok alatt alakulnak a maximumok. Kedves nézőink, ez volt az Oxigén Média híradója február 24-én csütörtökön. További híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, már a búcsúzom, a viszontlátásra. Thank you.